Új alapokra helyezték az amerikai focit a Deacnál. Köszöntöm a nézőket, ez a mai Hajrá témája. Változott a szakosztályvezetés összetétele, a játékos keret és a vezetőedző személye is. Vendégem az új tréner, Ábrán Szabolcs. Adódik a kérdés, hogy miért volt szükség ekkora átalakításra a szakosztályon belül? Köszöntöm én is a nézőket. Elsősorban azért, mert a korábbi vezetőedző és az offenzív koordinátor magánéleti okokra hivatkozva ugye nem tudták az idei szezont vállalni. Így jött a megkeresés, hogy korábban, mint defensív koordinátorként én vezettem a védelmi egységet, és hogy új kihívások elé nézzek. A defensív koordinátorság elét itt dolgoztál már a csapatnál, és tehát milyen edzői pályát jártál be? A korábbiakban én játékosként funkcionáltam a csapatnál, majd ezt követően mint segédedző, posztedző, végül defensív koordinátorként az utolsó években már így foglalkoztattak, illetve így dolgoztam a csapatnál. Mondhatni, végigjártad a szamár létrát. Ennek hogy érzed, milyen előnyei lehetnek? Annak, hogy minden területbe azért egy picit beleláttál akkor ezek szerint az elmúlt években? Egyrészt nagyon jól ismerem a játékosokat, a játékos állományt, nagyon jó a kommunikációnk minden egyes játékosunkkal. Tudom, hogy mire képesek, így hol tudják megtalálni a saját helyüket, és az apró mozaikokat és darabkákat a helyére tudjuk tenni így közösen. Mennyiben gondolod másnak magad, mint az előző vezetőedző? Milyen Deac Gladiators-re számíthat az, aki majd figyelemmel követi a meccseiteket? Mindenféleképpen fejlesztő vezetőnek gondolom magamat, és elsősorban az, hogy ami mentalitásban különbséget hozok a védelemből, az, hogy fizikai focit szeretnénk játszani egyrésztről, másrésztről pedig a közös edzések, hogy a defense és az offense együtt edzen. Mekkora munka lehet ez a jövőben, vagy úgy is kérdezhetem talán, hogy erre a fizikai focira mennyire elkészen a csapat, hogy látod? Az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy mind fizikai állóképességben, mind gyorsaságban és robbanékonyságban az erő mellett a játékosok fel tudjanak készülni. Ez edzőtermi edzések, valamint a szabadtéri edzések során is azért nagyon nagy fókuszt és hangsúlyt fektettünk erre. Ugye január elején kezdtétek el a felkészülést a következő szezonra. Egy ízben a stábunk is kilátogatott az edzésetekre. Erről készítettünk egy összeállítást, nézzük meg, és akkor utána beszélgetünk a felkészülésről. Nagyon kemény az edzés, de a srácok ott vannak. Hát a bagli az látszik mindenkin. Ready, set! Az a fiatal közeg, vagy tömeg, ami itt most összegyűlt az évek alatt, arra határozottan tudunk építeni. Rengeteg fiatal tehetséget látok a csapatban, akikkel bátran a felnőtt szezonban is meg tudunk mérkőzni. Ugye Demko Balázs és Nagy Tamás szólalt meg itt ebben az anyagban mind a ketten a Gladiators játékosai. Hogyan állítottad össze a felkészülés programját? Márciusban kezdődik a bajnokság, addig milyen fázisai vannak a gyakorlásnak? Első körben az újonnan érkezőket és a karácsonyi szezont követően elsősorban egy úgynevezett conditioning, tehát egy erőnléti edzést tartunk az első 2-3 hétben, ezt követően pedig poszt-specifikus edzések lesznek majd, amikor majd az offense és a defense egymással fog majd először gyorsaság, atletikusság feladatokat, majd ezt követően már külön skilleket foglalkoznak majd. Tudsz mondani néhányat ezekre a skillekre, tehát melyek azok a részegységek, amikkel ilyenkor finomítani lehet még a játékosokat? Ugye itt egyre inkább fókuszálunk arra, hogy először csapategységben gondolkodunk, mint például ugye offense, defense, ezt követően ugye falemberekre, illetve skill játékosokra veszük őket, és a skilleken belül is, illetve a támadó falakon belül is, utána akár olyan feladatokat, amivel blokkolást, szerelést vagy elkapásokat tudnak gyakorolni. Említetted az új játékosokat, mennyiben alakult át a keret, mennyien érkeztek, hogy vágtok neki a szezonnak?
Talán ezért is fontos az, hogy egy junior szezonon vagyunk túl, és a csapatnak egy nagy része, egy markáns része a junior játékosokból áll. Tehát a fizikai állóképességük, ez jelen pillanatban hozzák magukkal az előző szezonról. Ezért fontos az is, hogy ugye őket mozgásban tartsuk, lendületben tartsuk. Ugye ezúttal a harmadosztályban indultok majd, mennyire körvonalazódnak már az erőviszonyok, hogy látjátok, milyen esélyetek lehet? Még formálódnak most a csapatok, és ugye a maguk a játékos állomány is, az úgynevezett rosterek is most alakulnak ki. Érkeznek, illetve mennek el a játékosoktól, a csapatoktól játékosok, és még most fog fixálódni az, hogy milyen keretekkel lehet számolni. Az biztos, hogy stratégiában és mentalitásban egy nagyon kiegyenlített, és kiki meccsekre számítok majd a szezon során is. Mindezt figyelembe véve, mivel lennél elégedett? Van célkitűzés minimális elérendő eredmény tekintve? Igen, a junior játékosok most már a második szezonunkat kezdik meg. Ez azt jelenti, hogy most már van elvárás velük szemben is. Még nem a legfelső polcon, de én már elégedett lennék, hogyha két győzelemmel tudnánk zárni a szezont. Ugye jól tudom, akkor több mint 50 játékos tartozik jelenleg a Deac Gladiatorshoz. Hogy képzeljük el ők? Mindegyikük részt vesz majd a bajnokságban is, van, aki esetleg csak edzésre jár, de nem versenyeztetitek. Ilyen szempontból tehát hogy lehet rotálni a játékos keretet? A szerencse az amerikai futballban az, hogy nagyon sok csapategység van, és mélységi, tehát a posztoknak mélységet is kell adni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az 50 játékos, ez az, ami edzéseken is jelen van, illetve ezt követően ugye a mérkőzésekre is el tudjuk őket vinni, mert mindenkinek tudunk játék lehetőséget is biztosítani. Sőt, hát toborzót is tartottatok a napokban, ennek milyen eredményei voltak? Rendkívül jó, azt tudom mondani, több mint 20 fő vett ezen részt, amit az előzőben beszéltünk. Ehhez képest ugye ez egy hatalmas nagy boost ugye a csapatnak, egy lendületet tud ez is adni, hogy új embereket tudunk beépíteni. Ugye gyakorlatilag a toborzáshoz mondhatjuk, hogy folyamatosan zajlik, ha jól láttam, akkor vasárnaponként nyílt edzést tartotok. Aki csatlakozna, az mire számítson, hogy néz ki egy ilyen nyílt edzés? Ugye itt az első hetekben, amit a korábbiakban említettem, az első 2-3 hétben várjuk ugye vasárnapi edzések keretében mindazt, aki szeretne csatlakozni. Ilyenkor egy átmozgató erőnléti felmérést, és ezt követően pedig egy átmozgatást tartunk náluk. Január végén lesz ebből ismételten egy felmérés, egy szintfelmérés, hogy hol tartanak. Ki az, aki alkalmas esetleg arra, hogy a márciusban kezdődő szezonban már bevethető legyen. És hogy látjátok azokat, akik jelentkeztek, akár mondjuk ezt az első toborzót is sikerrel vették, ők amerikai focis múlttal rendelkeznek, teljesen más sportákból jönnek, netán nulláról kezdik a pályafutásukat az amerikai fociban vagy a sportban, hogy néz ki e tekintetben a felhozatal? Szerencsére mindháromra van példa, akik már korábbiakban találkoztak ezzel a sporttal, ott van a legkevesebb ráfordítandó energia, tehát ők már a szezonban bevethetőek lesznek. Ezt követően, aki más sportokból érkezett, szerencsére ilyen is van szép számmal, aki küzdő sportokból érkezett, vagy más csapatsportokból, szintén nagyon kevés az, ami szükséges. Lényegében az amerikai focinak az alapjait kell velük megtanítani, valamint az alapmozgásokat. És utána már tudnak a csapattal együtt edzeni. Aki nulláról indul, ilyen is van, és ennek is nagyon-nagyon örülünk, ugyanis mind a korosztályos válogatottakban, mind pedig a felnőtt csapatban szükséges az utánpótlás, velük több feladat van, akár szezon végére tudnak odaérni. Hát kívánom, hogy bizonyítsák mindannyian a rátermettségüket, nektek pedig sikeres szereplést kívánok a szezonra. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt az e heti hajrá, a figyelmükre jövő héten is számítok, viszontlátásra!